Hallhatták a hírekben, hogy készül az újabb szankciós csomag Oroszország ellen. Többen erőltetik az olajembargót, csak hogy vannak olyan tagállamok, amelyek nem tudják pótolni máshonnan az orosz olajat, rövid távon semmiképpen sem. Ilyen Magyarország is. És miközben még mindig nincsen megoldás a háborús válságra, az Európai Parlamentben már megint a magyar jogállamiság volt a téma. Mindkettő témáról szó lesz most a következő percekben. A Batthyány Lajos Alapítvány programvezetője, Póca István a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ma hozhatnak döntést az Oroszország elleni újabb szankciókról az uniós vezetők. A legújabb szankciós csomag a hírek szerint az orosz olaj importjának tilalmát írná elő, azonban részletekről még nem nagyon lehet tudni. A sajtó szerint Ursula von der Leyen, a bizottság elnöke, majd holnap ismerteti ezt a közvéleménnyel. Mindenki azt találgatja, hogy mit jelenthet pontosan az uniós olajembargó. Idefele a stúdióba tartva én is a híreket bújtam, illetve hát még a műsor előtt is a Twittert nézegettem, hogy van esetleg valamilyen új hír, és valóban egyébként csak annyit lehet egyenlőre tudni, hogy várhatóan holnap fogja Ursula von der Leyen bejelenteni, hogyha bejelentenek valamit. Többen azt mondják egyébként, vagy többen azt tweetelték, hogy szó van róla, fontolgatják az Európai Uniós tagállamok, hogy akkor valamilyen fajta olajembargót elfogadnak. Ugye tudni kell azt, hogy nagyon különbözőek a kiinduló pontok. Vannak országok, amelyek nem különösebben kitettek az orosz olajnak. Ők könnyen mondják azt ebben a helyzetben, hogy nincsen szükség orosz olajra, és a legjobb megoldás és a legjobb intézkedés, hogy az Európai Unió most azonnal leszámol az orosz kőolaj importtal, és ezzel tud nagyon nagy fájdalmakat okozni Oroszországnak, rábírva arra, hogy fejezze be a harci cselekményeket. Most tegyük ezt félre, de mindenképpen érintsük ezt a kérdést, hogy mennyiben lehet ez fájdalmas Oroszország számára, mert azért ezt tudjuk árnyalni egy picit. Viszont a másik oldalról ugye vannak országok, ugye jelen esetben a mi országunk Magyarország, és de a régiónak több országa, amik ugye alaposan kitettek. Magyarország kb. 60%-ban kitett, de Szlovákia kb. 90%-ban kitett az orosz kőolajszállításnak, ami ugye óriási kitettség. Ha belegondolunk abba, hogy ez mekkora befolyás vagy mekkora jelentőséggel bír ez a történet, akkor azt mondjuk, hogy ez óriási, és nem lehet azt mondani egyik pillanatról a másikra, nem mondhatja senki sem azt, hogy a külügyminisztert láthattuk az előbb a híradóban bejátszásban, ő is felhívta a figyelmet, hogy akkor itt most Magyarország is beáll abban a pillanatban, és a régió több országa, hogy akkor most le kell zárni azonnal a kőolajszállításokat, mert gyakorlatilag azonnali, tényleg azonnali gazdasági összeomlást eredményez az Európai Uniónak. Hát nem is, hogy egy országában, számos országában a gazdaságok össze vannak kapcsolódva. Azt, hogy ez mennyire összetett és bonyolult probléma, azt talán jól példázza az is, hogy az Egyesült Államok pénzügyminisztere az IMF és a Világbank tavaszi ülésén arról beszélt, illetve arra kérte az Európai Uniót, hogy ne szankcionálják az orosz olajimportot, mert hogy szerinte nem csak regionális hatásai lehetnek, hanem a világgazdaságra nézve is komoly hatásai, ráadásul Oroszországnak pedig nem fájna annyira, mint amennyire Európának. Szóval adódik a kérdés, hogy miért hoznának olyan szankciót, ami jobban fáj annak, aki szankcionál, mint annak, akit szankcionálnak. Nagyon jó a kérdés méghozzá ugye azért, mert azért vannak olyan megszólalások szakértők részéről, hogy Oroszország ezzel a jelenlegi helyzettel inkább nyer, mint veszít, ugyanis ugye jelen helyzetben is hát láthatják egyébként az emberek is, hogy mennyire magasan vannak az olajárak. Ugye Magyarországon az üzemanyagástop megvédi a lakosságot attól, hogy komoly gazdasági problémák legyenek, de ezt nem mondható el Európa, vagy akár Nyugat-Európa több más országáról. Egyre több országban vezetnek be egyébként hasonló intézkedéseket. És ugye, ha növekszik az ár, akkor nyilván növekszik a bevétel. Hogyha növekszik a bevétel, és ugye megy a szállítás, akkor azt jelenti, hogy Oroszország nagyobb és egyre nagyobb bevételre tesz szert, és ez nem csak a kőolajra igaz, ez a földgázra is igaz. Úgyhogy már ezen a téren is mondhatjuk, hogy megkerülhetődik az ilyen típusú szankcióknak a rövid távú hatása mindenképpen, az pedig egy kérdés, hogy hosszú távon fenntarthatóak ezek, illetve nyilván ugye sajnos senki nem lát bele az orosz vezetésnek a fejébe, senki nem lát bele pontosan abba, hogy hogyan fog alakulni majd ez a háborús konfliktus, mikor érhet véget ez a helyzet. Azt gondolom, hogy mindenki ezt várja, Európa, mindenki ebben bízik, hogy minél hamarabb lezárul, és minél hamarabb Európa indulhat kifelé ebből a problémából, hiszen ugye ez nem csak egy olyan probléma, ami ugye az Európának a határain történik egy háborús helyzet, hanem ugye egy olyan probléma is, hogyha megnézzük a másik oldalról, hogy nagyon komoly gazdasági következményei vannak, amiket egyébként sajnos már érzékelünk. A szankció bevezetése mellett érvelők azt hangsúlyozzák, hogy ebből a pénzből is finanszírozza Oroszország a háborúját. Azt lehet látni, hogy az olaj és a gáz bevételekből ez tavaly 50 milliárd dollárt realizált Oroszország. Egyes óvatos becslések szerint idén eddig a szankciók és a szankciók lebegtetési miatt is kialakult árviszonyok miatt
40 milliárd dollár bevételt szerzett eddig Oroszország. Én nem mennék bele abba a kérdésben, nem látunk bele az orosz költségvetésbe mélységeiben, hogy mi az, amit Oroszország finanszíroz a bevételeiből. Úgyhogy szerintem ez lehet, hogy nem feltétlenül egy megfontolt ilyen típusú megnyilatkozásokat tenni, de láttuk egyébként az elmúlt időszakban, hogy számtalan alkalommal történtek ilyen típusú megnyilatkozások, amik ugye egyenlőség jelet tettek a kettő között. Ugye az egy másik kérdés, hogy jelen helyzetben ez kinek az érdeke. Nyilván egyébként az Európai Unió kitűzte hosszú távú célként a függetlenséget, és hát mondhatjuk azt, hogy a diverzifikációt, és hát ugye ez a 2030-as évetnek a közepére cél. Nem tartunk még sem időben, sem pedig diverzifikációban ott, hogy azt mondhassuk, hogy egy pillanatokon belül meg lehet szüntetni Oroszországtól való függőséget, és hát ugye nem tartunk ott, hogy ez gyorsan, mondjuk azt, hogy olcsón megoldható legyen. És hát ugye itt különböző szereplők jönnek képbe, akik ugye nehéz belülni pontosan, mik az érdekeik. Ugye az Egyesült Államokat szokták a legtöbben emlegetni ebben a kérdésben, mint akinek ugye, vagy amely szereplőnek nem teljesen világos az érdeke ebben a helyzetben, mert egy fontos szövetségesét gyakorlatilag meggyengítheti az Európai Uniót, és nem csak Oroszország gyengül ezzel, de vannak, akik azt mondják egyébként, hogy az Egyesült Államoknak nem feltétlenül egyébként rossz, hogyha nem csak Oroszország gyengül, hanem az Európai Unió is gyengül, hiszen nem csak szövetséges az Európai Unió, hanem versenytárs is. Nem tudjuk innen Budapestről eldönteni, de az látható, hogy egy nagyon összetett geopolitikai helyzet alakult ki. Még egy kérdés az embargóhoz kapcsolódóan, hiszen ön is említette, hogy nagyon különbözőek az országok. Magyarország 65%-ban nagyjából függ az orosz olajtól. Ráadásul az is már ismert, hogy a MOL finomítói, azok az urali olajra vannak beállítva. Egyrészt faktor az idő, hogy mennyi idő alatt lehet átállni, és hát nyilván maga a fizika, amit hangsúlyoznak a magyar kormányzati szereplők is, hogy itt vezetékek kellenek, azokat ki kell építeni, Magyarországnak nincs tengerparti kikötője, ahová nagy mennyiségben tudná fogadni a hajókat. És meg kell tölteni azokat a vezetékeket, és ugye hát nem mindegy, hogy honnan, illetve mivel. Energiapiaci szakértőket kellene, vagy energetikai szakértőket talán megkérdezni ebben a kérdésben, hogy mennyi idő alatt lehet átállítani a finomítókat, de amiket olvastam, ezek alapján azt lehetett látni, hogy hetek, hónapok, akár hosszabb idő is egyébként, amíg ezeket képesek átállítani, úgyhogy óriási kihívás egy ilyen döntés. Nem véletlenül emlegetik egyébként a sajtóban, hogy nem biztos, hogy minden EU-s tagország számára azért megfontolt és jó lépés lenne, és nem csak a tagországok, hanem az Európai Unió szempontjából is megfontolt és jó lépés lenne. Ugye látjuk, hogy az egész Európai Unió gazdasági kihívásnak a közepén van, ugye még a, mondhatjuk azt, hogy a járványból megörökölt gazdasági kihívásokat, erre ugye rától ez a mostani helyzet, Oroszország és Ukrajna közötti konfliktus, és hát ugye ennek a, mondhatjuk, hogy az eredménye az, hogy az Európai Uniónak, hát mondjuk azt, hogy egy nagyon nagy egységre lenne szüksége, nagyon erőre lenne szüksége, de hát sajnos nem azt látjuk egyébként, az Európai Unió az egység irányába menne, sokkal inkább az erőltetése zajlik bizonyos folyamatoknak. Hogyha már az egységet felhozta, akkor volt arra ideje az Európai Uniónak, hogy hetes cikkely szerinti eljárásban ma ismét előkerüljön Magyarország. Ugye a korábban Magyarország kiéheztetését követelő német szocialista képviselő szerint Magyarországon nem volt tisztességes a választás. Egy szlovák liberális képviselő pedig a bizottságot vádolta tehetetlenséggel Magyarország ügyében. Ezeket a hangokat már korábban is lehetett hallani, hiszen az Európai Parlament a bizottságot perelte be azért, mert hogy megvárja az uniós bíróságnak a döntését. Szóval továbbra is mi mondható el? Mennyire jogi alapon zajlik ez a vita, vagy mennyire politikai alapon? Egyértelműen egy politikai vita, amit látunk, mint egyébként a hetes cikkely szerint teljesen, mint a jogállamisági eljárásban. Sok külföldi szerző egyébként német nyelvű lapok is felhívták arra a figyelmet, és felhívták a figyelmet az Európai Uniónak, hogy ebben a helyzetben nem szabad ilyen típusú eszközökhöz nyúlni, mert ugye egy olyan szituáció van a világban, és az Európai Unióban is, amikor az egység, mondjuk azt, hogy mindennél fontosabb, hogyha elkezdenek bizonyos országokkal mondjuk azt, hogy kiszúrni, és akkor nagyon finoman fogalmaztam, akkor nem az egységet erősíti, és gyakorlatilag ugye az országoknak az összeveszését eredményezheti, és hát ugye ez azt jelenti, hogy ha egyik nap ki akarnak szúrni Magyarországgal, vagy Lengyelországgal, akkor akár bármelyik másik országgal, a bizalmat ássa alá európai szinten ez a problémakör, és ugye az európai egységet ássa alá összességében, és hát ugye érdekes, hogy közben folyik egy vita az Európai Uniónak a jövőjéről, pont egyébként a beszélgetésünk előtt olvastam, hogy az olasz miniszterelnök lenyilatkozta, hogy pragmatikus föderalizmusra van szükség, és hogy több európai unióra, hát ugye látj meg több európai kérdésre. Hát ilyen látszik egyébként az, hogy ebben egy vita folyik ebben a kérdésben, és nem hirdettek még végeredményt, de hát ugye ezek a, mondjuk, hogy az Európai Uniónak a jövőjéről szóló vitákat, ezek a típusú kihívások és folyamatok felerősítik, és azt gondolom, hogy nem feltétlenül jó irányba erősítik föl. Póca Istvánnak köszönöm szépen, hogy itt volt, és mindenről beszélhettünk. Köszönöm szépen.